kérdések, amik engem kutatóként érdekeltek és érdekelnek folyamatosan, azok nagyjából a táblán vannak, hogy mennyire határozza meg az életünket a sorsunk, vagy van egyáltalán genetikai meghatározottság, van-e következménye a tetteinknek, és a tetteink következménye esetleg több generáción keresztül is érvényes, illetve mekkora mozgást tervezünk ebben a genetikai meghatározottságban. Az egyik legegyszerűbb orvosi vizsgálat, amivel találkozunk, és ami megkülönbözteti az érintéseket, a hétköznapi érintéseket az orvositól, az a pulzus. A pulzust mindenkinek mértek, gondolom már, az orvos mérje a frekvenciáját, az erősségét, a ritmusosságát, az erejét. Azt kell tudnunk, hogy bizonyos kultúrkörökben a pulzus önmagában elég ahhoz, hogy egy diagnózist felállítsanak. Például a keleti, a tibeti orvos az több tíz év gyakorlás alatt a pulzusból, önmagából meghozza a diagnózist. Ez azonban az kell, hogy egy egészen elmélyült állapotba kerül, és úgy követi nyomon a pulzus változását. Egy olyan kapcsolat jön létre az orvos és a beteg között, ami lényegesen többet mond a orvosnak, mint arról, amit hétköznapi ember számára hozzáférhető. És én arra gondoltam, hogy esetleg most egy percre kipróbálnánk azt, hogy a saját pulzusunk mit mutat, úgyhogy a képen látható módon esetleg keressük meg a csuklónkon pulzust. Eleinte nem is biztos, hogy érezni fogjuk, sőt, előfordul, hogy az ujjunkban érzünk a nyüttetést, az még nem a pulzusunk. Hogyha elcsendesedünk és csendben vagyok én is, és akkor próbáljuk az elejét, a ritmusát. Nagyon sok információ van ebben a pulzusban. Nagyon sok mindent megtudunk arról, hogy ver a szívünk, milyenek az ereink. És az egész egy fizikai megközelítés, egy érintés. Az orvostudomány mindig próbálta magát a beteghez legközelebb vinni. Belehallgattak az orvosok a betegbe, a fülét rátette a mellkasára, megkóstolta, megnyalta a vizeletét, stb. Ezek ma már nem annyira egyértelmű kapcsolódási pontok az orvos és a beteg között. Például az első stetoszkóp az egy távolságtartás révén jelent meg. Az orvos már nem akarta rátenni a fülét a beteg mellkasára, ezért egy ilyen kis papír hengerrel vagy fém hengerrel próbálta meghallgatni, mi is történik a betegben. Ez egy 1800-ban egyik első ilyen stetoszkóp, nem az orvosnak a kiváltság az, hogy belehallgasson a betegbe, ezt bárki meg tudja tenni, itt a fiammal hallgatom, és egy nagyon egyszerű eszközzel bárki bele tud hallgatni, ugyanúgy, mint az orvos, de a nagyon egyszerű eszköz, hogy mindenki számára gondolom, hogy ismerős. Ezt, hogyha rátesszük a családtagunk testére, gyerekek, vagy a magánként testére, akkor nagyon érdekes hangokat fogunk hallani. Tudomány, hogy távolodott el az orvos tudomány, hogy távolodott el az embertől, egyre bonyolultabb szerkezeteket próbáltunk fejleszteni, és az 1800-as években például egy villamos mérnök szakdolgozati témájaként azt mondta, hogy mi lenne, ha elvezettünk a test felszínéről a különböző áramokat, hogy vajon milyen áramok vannak az emberi testben. És egy egészen bonyolult szerkezettel szakdolgozati témájaként igenis leírta azt, hogy az test felszívott különböző áramelvezetések nyerhetőek, és ha már tudjuk, hogy ez egy akár okostelefon segítségével is nagyon fontos információkat tud nyújtani arra, hogy mi történik bennünk, a szívünkkel, hogy esetleg egy infarktus komplikált volna. A tudomány elindult egy ilyen technicizálás irányába, egyre bonyolultabb eszközöket fejlesztettünk. Ma már az orvos és a beteg között előfordul, hogy nincs is fizikai kapcsolat, hanem ami van, az ezek a kis csövek, mint itt láthatóak, nővére leveszi a vért, és az orvos jó esetben a vérkenetet esetben megvizsgálja, és vagy a laboratóriumban ezt megvizsgálja. Egész bonyolult dolgokat lehet megtanítani a vérből. Ma már természetesen legritkább esetben nézünk a kenetet,
hatalmas automatákon napi több ezer ilyen mintát dolgoznak fel. Egy vércseppből csak a vérkér esetében több 10, akár 50 paraméter is kinyerhető, és hát nem is adjuk át ezeket az orvosnak, általában csak egy kis szereték ezeket a leleteket. Egy ilyen zárt doboznak tűnik ez a készülék, ezt ma reggel fotóztam a laboratóriumban, hogy működik egy ilyen készülék. Felszívja a vért, és minden egyes kis cellában, ez egy szétosztó szerep, minden egyes cellában egy másfajta mérés történik. 30 másodperc alatt különböző cellák között szalad a vér, egy cseppnek a töredéke, és minden egyes cellában méri azt, hogy mi történik, és központilag egy számítógépre átadja. Különféle szűrők, rezógépek vannak beépítve, mindezt is kibontjuk. Ez mindenkire megtudjuk egy egyszerű sima vérkép elemzésnél. Végső kérdésekre mégis mindig arra gondolom, hogy oké, a vérkép, meg a laboratóriumi eredményünk az azt mutatja, hogy épp a testünk abban a pillanatban milyen állapotban van. De a végső kérdéseknél nagyon sokszor a DNS-ig jutunk kell. A sejt magjában van a DNS, ami különféleképpen működik. Biztos minden számára ismerős, a tankönyvi példa, ha elektromikroszkóppal megnézzük a magot, akkor látjuk, hogy van úgynevezett heterokromatin, ami zárt, nem működik az adott sejtben, és világos színnel látszik az heterokromatin, melyik épp abban a sejtben, abban az adott sejtben bekapcsolódik. A humán genomot 2001-ben megszekvenálták, 2003-ban be is fejezték a szekvenálást, hogy néhány személynek a szekvenálása volt. Ma már ez mindenki számára elérhető, illetve világ minden pontján elérhető, ami intézetünkben is egy ilyen genomszekvenálásra készülő működik, amivel gyakorlatilag azt, amit addig 100 millió dollárért 13 ország több ezer kutatója végzett el, most egy-két munkatárs két év alatt meg tudja csinálni ezen a készülőken internet szemben. Mi az, amit megismerünk ebből? A végén tulajdonképpen a DNS egy egyszerű betűsor. Egy egyszerű betűsor, mivel nincsenek szóközek, nincsen pontozás, nincs eleje, nincs vége, szinte olvashatatlan. Így néz ki a DNS, azonban a DNS a sejt magán soha nem így működik, pontozva van, metilációval, különféle módosításokkal, jelölve van, hogy hol vannak a szóhatárok. Ha tovább megyünk, akkor ezekhez a DNS metilációs módosításokhoz fejérjék kapcsolódnak, és ezek befolyásolják a környezetüket, így megjelennek akár a mondatok is, hosszú összefüggő mondatok, amelyek valamiféle jelentést már hordoznak. A sejt magban azonban soha nem lineáris van, soha nem egyenes vonalakban a DNS, mert fel van tekeredve fehérjékre, úgynevezett hiszton fehérjékre, és a hiszton végeken különféle enzimatikus módosítások, a metiláció, acetiláció, foszforiláció következik be, és ugyanígy, hogyha a szöveg is feltekerődne, akkor egy ritmusa, egy versébe állna. A feladatunk tulajdonképpen az, hogy a DNS-ben lévő információt így megértsük, és az összes részletet a sepegészre pedig ennek a nyers szövegnek, amit a gép kiad. A gond csak az, hogy akár egy régi lexikon a DNS-ben tárolt információt sem egy nyelven írodott. Biztos ismerjük, hogy van egy kódex, és előfordulnak benne töredékek, magyar nyelvű töredék, stb. Egy nagy latin kódex, de néhány mondat magyarul. Ugyanez van a genommal, több nyelven írodott, és a legegyszerűbben hozzáférhető információ, ami a fehérjékek kódolja, az csak a tripletek nyelven írodott, és csak 5%-a. Tehát az, amiről mindenképpen tudunk valamit, a teljes genomat 5%-a. Amit most kutatunk is a munkacsoportunkban is, erőteljesen foglalkozunk ennek a feltérképezésével, hogy hogyan szabályozódik ez az 5%. Mikor kapcsol be, hogyan kapcsol be, mikor kapcsol ki. Ez a kötőhely, hogy egészen más nyelven írodott, ez van mondjuk maximum még 10%-ra. Még mindig hátra 85%-ra. Ezt a több nyelvű kódot kell nekünk megfejteni, és ilyen több nyelvű kód megfejtésében tulajdonképpen az orvostudománynak vagy a tudománynak már van tapasztalat. Mindannyian ismerjük a Rosetti-kő történetet, aminek segítségével meg tudjuk fejteni a hieroglifákat. Elég későn, 1800-as évek előtt, az 22-ben Champollion publikálta a Rosetti-kő információt, tartanak Napóleon még 1800-as
csinálják. Ezen napolyanik hozták ezt el Egyiptomból, három nyelven íródott, és feltételezték, hogy ugyanaz a szöveg van, hiszen két nyelven, amit ismertek, az egyik a mai kopt nyelvnek megfelelő demotikus írással lévő szöveg volt, a másik a görög szöveg, és a harmadik a hieroglifikus szöveg. Ezt kellett megfejteni, és publikációk több ciklusán keresztül jutottunk el oda, hogy ezt meg tudjuk fejteni. Minden ember különbözik, sőt, hogyha megszekvenálnánk most itt a teremben az embereket, minden emberben lenne 300, 400, 100 olyan variáns, amit senki más, amíg soha sehol nem találhat meg. Genetikailag mindannak teljesen különbözik. Hol van akkor az egyedi életem? Ha ott tudjuk megfejteni a szabályokat, hogyha mindenki genetikailag különbözik. Van egy olyan csoport, aki genetikailag azonos, Likert. Egy tetű Likert, genomja teljesen azonos. És a képen látható Likertnáról is látjuk számára különbözni. Úgy lehetnek ekkora különbségek Likert között, hogyha a genom teljesen azonos. Az anyukák tudják, hogy az Likert akkor is, hogyha megszólalásra azonosak egyformák, akkor is a személyiségük, a viselkedésük különbözik. Illetve megszólalások. Mikor megszólal, akkor már hol bújik meg a genomhoz képest azonos az egyediségünk? Hogyha kriminológusok megvizsgálták, azt mondták, hogy az újrenyomatú sejtforma az egytetű ritkeknek. Nagyon hasonlít, de nem egyforma. Ezért az egytetű ritkek sem tudják elkövetni a tökéletes gyilkosságot, nem tudnak egyszerre két helyen venni. Megnézzük ezt a két újrenyomatot, a mintázat nagyon-nagyon hasonlít. De hogyha ráteszünk egy rácsot, ahogy a kriminológusok csinálják, 9, 16, 25, 125 ezer pontot rácsszerűen vizsgálnak, ezek különbözni fognak. Mit mond nekünk ez az újrenyomat? Azt mondja, hogy vannak ugyan szabályok, a sejtek, amikor az újrenyomat kialakul embryonális fejlődés során, azok mintha rendelkeznek valamilyen irányjal, tudják, hogy merre kell menni, de hogy pontosan meddig menjenek, az nincs kővetésre. Elindulnak, mennek, aztán egyszer megállnak, mintha lenne egy véletlenszerűség is ebben. Ugyanez a személyiséget fejlődés is magyarázza. Az idegrendszerben lévő sejtek is embryonális fejlődés során elindulnak, és tudják nagyjából az irányt. Vannak szabályok, de ezek nincsenek kőbelésre. Elindulnak a neuronok, fejlődik az idegrendszerünk, és valamiképpen egyszer csak megáll. Mármint a sejtek fejlődése, ebből van az, hogy a személyiségi is különböző lesz, a személyiség különböző lesz az ikreknek. Az idegrendszer különbözik, a genetikai adottságnak egy keret, amiben meglehetősen nagy mozgástér van még, véletlennek a hatása. Ezt kutatja az epigenetika is, hogy melyek azok az öröklődő mintázatok, amelyek nem a DNS-ben kódolódnak, két görög szóval létre epi, fölött, túl, mellett, genom, nemzeti életet adni. Epigenetikának tekintetek végre mindazt, ami ismeretlen, erre a inkognitának. Ma már nagyon pontos információk vannak, a DNS manipuláció, visszamódosítás, hogyan befolyásolják a sejtek fejlődését, működését. Alapvetően két szintig különböznek meg, transzkripció szabályozás, hogyan kapcsolódnak be a gének, és a másik az kikerülve az öröklődés. Egyik generációból én hogyan, milyen információkat adok át a következő generációnak, ami nem a DNS szekvenciában van jelen. Egész irodalma van annak, hogy különféle tápanyagok, amit az anya terhessége során fogyaszt, az hogyan befolyásolja az újszülöttnek a fejlődését. Nem ilyen példát hoztam ma, egy ennél érdekesebb példa szerintem, az a kommunikációban lévő példa, hogy hogyan határozza meg egy életre a kommunikáció. Ez egy partner kísérlet, modellorganizmusokat jobban elfogad, de kutató 2004-ben publikáltak egy rangos újságban, miről szól. Két típusú partner vizsgáltak, az egyik a újszülöttjét babusgatta, gondozta, nyalta, forgatta, szeretgette élete első napjára, a másik megszülte, magára hagyta. Ismert volt, hogy az, amelyiket magára hagyta, félős, félénk, ideges, agresszív a patkány lesz. A másik egy ilyen felfedező típus, megy oda, minden fel, szaladgál, próbál felfedezni a világnak. Természetesen annak semmi tud az emberekkel, és ez csak magát kísérletek. Azt találták, hogy ez a viselkedés, ami egy életre meghatározza
a patkány, ez az élet első napjaiban dől el. Ha az újszülötteket fölcseréltek a két típusú patkány között, a viselkedés is fölcserélődik. Tehát nem egy genetikai megörökölés volt, hanem az, hogy az élet első 3-5 napjában az anyja, hogy mit csinálnak az a kis patkány, akar meghatározni. Egész életére egy génnek a metiláció megváltozik, a stresszformoknak az időzését szabályozta. Érdekes volt, hogy ha az alatt a 3 nap alatt hiszpondeacetilát inhibitor, enzim-inhibitorokkal kezelték, akkor az állat már ezt a hatást fel lehetett kifészteni. Tehát az, hogy mi történik felett életünk esetén, hogy akár utána, az egy olyan szomatikus változást tud létrehozni a testünkbe, az agyunkban akár, ami egész életünkre megfelel, annak ellenére, hogy a sejtünk lecserélődik. Ismerjük el ezeket a történeteket, hogy mi történt velünk, mi történt az előző generációval, mi történt az előttünk, mi történt az előttünk járó generációval. Egy példa, elhízás. Ez egy európai statisztika, magyar ennél sokkal rosszabb. Hogy nézünk ki férfiak? Ez csak férfiak van, hogy a nők mindenesen jobb állapotban vannak. Az elhízás 15-24 éves korban szinte 80%-a nőknek nem elhízott. Ahogy haladunk tovább, folyamatosan mi az elhízott túlsúlyos férfiaknak az aránya, és 30%-a lesz a 60 éves korra, aki nem elhízott. Így néz ki a fiam, 14 évesen, így néz ki ilyen, és ha nem csinálok valamit, akkor valószínűleg engedélyes, lényesen rosszabb, azt mondjuk kinézni 20 év múlva, elmegyünk a strandra, láthatjuk, hogy érzünk. Köszönöm szépen a figyelmet, a főüzenetem tehát az, hogy ismerjük magunkat, történeteinket, biológiai szinten is.